Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi és szent nép! Isten népe, ébresztő! Halleluja, Isten népe ébresztő, nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket itt az Új Szövetség Gyülekezetnek a reggeli műsorán, ahol Krisz a realitás rapszódiájából osztunk meg. Minden nap az aznapi rapszódiát megosztjuk veletek, és közösen megbeszéljük egy néhány percben. Megvan a napi mennyei manna, a kijelentés már reggel egy, egy falatka abból. Úgyhogy Isten fantasztikus áldást tartogat számodra ezen a napon is. Ebben a hónapban is, ebben a tavasszal is a Jézus hatalmas nevében. Így van Uram, felemeljük hozzád a szívünket és a mi kezeinket. Imádunk és áldunk téged. És mindenben, Pandre Nemola Cótesszone Matrekli, Ebro trágló de Mindenben legyen meg a te tökéletes akaratod uram. Szeretünk áldunk téged, és köszönjük, hogy mindenek te érted, és te általad vannak. Köszönöm, hogy elhívtál minket, már az anyánk méhétől fogva, már a világ alapjainak felvettetése előtt. És vezessél minket, hogy befussuk a pályánkat, és hogy építsük a te királyságodat. A Jézus nevében. Amen. A mai üzenet címe, Bővölködés mindenben. Azt mondja a három János, tehát a János apostolnak harmadik levele, Második vers. Ugye ez egy fejezetből áll. Szeretet barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. A fenti igevers életed három aspektusát mutatja be. Életed anyagi oldalát, ami az anyagi bővölködés. Az életed fizikális oldalát, ami a te fizikai tested. És ezután a szellemi bővölködésedet, ami a te lelked bővölködését jelenti. A lelked bővölködése azonban a legfontosabb. Hogyan bővölködhet a lelked? Az igény keresztül. A Bibliában ezt olvassuk, a Krisztusnak beszéde lakozik ti bennetek gazdagon. Kolossi 3.16 Ha Isten igéje gazdagon benned lakozik, akkor szellemileg bővölködni fogsz. Például, ha sok pénzed van, ez anyagi bővölködésre fog vezetni, mert megkaphatod azt, amit akarsz a meglévő pénzeddel. Ugyanígy a Biblia azt tanítja, hogy azért bővölköd szellemileg, mert Krisztusnak a beszéde gazdagon lakozik benned. Emelkedj az igén, hallgasd az igét, tanulmányozd az igét, és táplálkoz az igével. Forgasd az igét a bensődben mindaddig, amíg minden helyzetben ki nem bugyog belőled. Legyen annyira bőséges benned, hogy bármivel is kelljen szembenézned az életben, tudja az igében, az igével, és az ige által válaszolni. Vannak keresztjének, akik látszólag jól vannak szellemileg, bővölködnek a lelkükben, igaz életet élnek, mégis betegek és anyagilag tönkrementek. Ez nem lehet Isten akarata. Emlékezz a János 10.10-re, ami azt mondja, hogy Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és hogy bővölködjünk. Tehát a szegénység evangéliuma nem Isten evangéliuma. Van egy, egy az anyagi életről való tanításoknak van egy olyan tév iránya, vagy egy félrehajlása, ami azt tanítja, hogy minden bővölködés rossz, és minden és mindig a szegénység olyan, tehát ha szegénységben vagy, akkor már közelebb vagy ahhoz, hogy Isten megáldjon. Ha pedig elkezdesz anyagilag prosperálni, akkor biztos, hogy rossz úton vagy. Felejtsd el, kedvesem. Mondják egyesek, hogy Jézus milyen szegény volt. Jézus nem volt szegény. Jézus teljesen Istenre bízta magát, és valóban volt olyan, hogy a, 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 a egy városban valahol aludtak, felütöttek egy sátrat a tanítványaival, vagy a pusztában aludtak, vagy nem is aludtak, mert annyi munkájuk volt, vagy a hajóban aludt. Egyik szempontból <laughs> ilyen életet élt, ugyanakkor pedig volt, hogy gazdag emberekhez ment étkezni. Jézus Krisztusról mindig gondoskodott Isten, és nem, nem éhezett, és nem volt egy nincstelen senki. Senki nem látta őt egy csóró személynek. Csupán az életmódja más volt, nem palotákban lakott, és nem aranyhegyeken ült. Kifejezte, hogy nem ezekben bízik. Nem ez az ő értéke. Ugyanilyen az Isten szelleme szerint vezetett ember. De Isten mindig gondoskodik róla. Azt mondja, napról napra gondoskodik rólunk a szabadításunk Istene. Viszont az, ha te nem tudod befizetni a sárga csekkeket, ha a, a, a ruháid már lyukasak, rongyosak, ha tönkrement az egészséged, mert minden nap zsíros kenyeret eszel, ez nem Isten akarata. És pont. És ezzel és hiába mondja ezt egy hang a füledben, hogy most már elég, elég jó mennyei kincset lesz, mert elég csóró voltál, a csóróság nem juttat mennyei kincsekhez. Isten királysága juttat mennyei kincsekhez. Az, hogy csóró vagy, az, amíg egy darab jutalmad nem lesz a mennybe. Ha lemondasz egy nagy vagyonról, hogy Isten királyságot építsd, azért lesz jutalmad. De csak önmagában, mert csóró vagy, Attól nem lesz jutalmad. Ezért fontos megértened, hogy ez semmiféle dicsőséget nem szerez neked, és ettől nem vagy nagyobb, mint mások, és ez nem Isten akarata a számodra. Isten akarata az, hogy manapság az emberek nem sátrakban élnek a város szélén, vagy a pusztában, ugye? mert bármelyik területen kihívhatnák rá a, a, a rendőrséget, mert magán területen te ott élnél, hanem Isten akarata az, hogy legyen egy fedél a fejed fölött legyen pénzed ételre, ruhára, vagy van, akinek nincs pénzed, de őt ellátják, tehát Isten valahogy gondoskodik rólad, és hogy szolgáld az ő királyságát. Ez az ő célja. Ezért Isten akarata, rendben legyenek a pénzügyeid, be legyenek fizetve a csekjeid, legyen fizetve a hiteled, lehetőség szerint ne legyen hiteled. De ha lakáshitelt vettél fel, hogy tudjál saját lakást venni, az jó. Egyébként jobb a saját lakás, mint a bérlemény, mert, mert ha a hited miatt támadni kezdenek, és a hited miatt mondjuk a főbérlő, aki lakást ad neked, megtámad téged és kilakoltat, akkor az utcára kerülhetsz, vagy bajba kerülhetsz. Ha viszont saját lakásod van, akkor onnan igazából nem tehetnek ki, mert az a te tulajdonod. Még akkor is, ha ez valakinek nem tetszik. Kevésbé vagy zsarolható a hited miatt, és kevésbé talál rajtad az ellenség fogást, a saját lakásod van, ezért megéri. Úgyhogy Isten akarata az, hogy egyébként, csak mondom, hogy rendben legyen az anyagi életed, legyen fedél a fejed fölött, rendben legyenek a pénzügyeid, tudjál valamennyit félrerakni. Nem az a célja, hogy napról napra érjél, és ha tönkre megy mosógép, akkor onnantól ezért büdös ruhákba jársz. Egy fél évig, mire összekuporgatod rá megint a pénzt. Ha nem, akarja, hogy valamennyi tartalékod is legyen, ez nem az ördögtől van. De ha milliárdokon ülsz és te, eh, annyit dolgozol, hogy, hogy 35 évesen nyugdíjba vonuljál, és utána 30 évek eh, ibizán feküdjél, az meg a másik véglet. Mert ha ez annyit kell dolgoznod, hogy nem üt energiád Isten építeni. Jó. Ő azt akarja, hogy minden, ami veled kapcsolatos, felettébb sikeres legyen. Ő azt akarja, hogy bőséges gazdagságot tapasztalj meg. Isten azt is akarja, hogy egészségben élj. Van valami, ami jobb, mint a gyógyulás. Ez az isteni egészség, amiben nem leszel beteg. Elolvasom újból ezt a mondatot. Van valami, ami jobb, mint a gyógyulás. Ez az isteni egészség, amiben nem leszel beteg. Mondjátok, kérlek utánom. Van valami, ami jobb, mint a gyógyulás. Ez az isteni egészség, amiben nem leszek beteg. Ő ezt mondja, mindennél jobban ezt szeretném neked adni, hogy bővölködj és légy egészségben. Isten terve egy kiegyensúlyozott anyagilag, fizikailag és szellemileg is bővölködő élet. Halleluja. Ez így van. Ahogy a külső emberedet táplálja az étel, és a külső körülményeidről gondoskodnak a fizikai javak, úgy a belső emberedet táplálja a szellemi étel, tehát Isteni kielentett igéje, ezért fontos, hogy tanításokat hallgass, és hogy olvasd Isten igéjét, és ugyanúgy gondoskodik a szellemi életedről, a szellemi javak, a kijelentések, a proféciák, a tanítások, az, hogy van egy lelkipásztorod, az, hogy van egy gyülekezeted, hogy van szolgálat, amit végzel, hogy van élő kapcsolatod az Úrral, ezek, ezek gondoskodnak rólad. És ezért nagyon fontos, hogy ez gyakorolt testvérem. És Isten azt akarja, hogy a lelkedről, a, a, lelki állapotodról is gondot viseljen, hogy hogyan érzed magad, hogy jól, hogy jól érzed-e magad. Hogy szeretsz -e élni. Nem azért kell, hogy menjünk be vágynunk, mert itt pokolba érezzük magunkat. Hanem azért, mert az még jobb. De Isten már itt gondoskodik rólunk. Mondjátok kérlek utána ezt a megvallást. Isten hatalmat adott, hogy kitűnő, sikeres, és bővölködő legyek a teljes lényemben. A szellememben, a lelkemben és a testemben. Krisztusban nem csak Isten örököse, hanem Krisztus örökös társa is lettem. Ezért bőséges gazdagságot, boldogságot, békességet, és beteljesedettséget tapasztalok meg. Isten dicsőségére. Halleluja! Drága testvéreim, nagyon örülök, hogy velem tartottatok a mai nap is. Holnap ugyanekkor ugyanígy találkozunk. Kívánok nektek egy fantasztikus napot. Isten áldjon meg titeket. Jó reggelt! Napot. Isten népe, ébresztünk! sikeres, áldott teljes királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!